Nagy tisztelettel és szeretettel köszöntöm a Hungary Sport minden kedves nézőjét. Velem szemben Monori Norbert, a Haladás frissen igazolt támadója. 22 esztendős fiatal emberről van szó, és hát gólfelelősnek igazolták ide Szombathelyre. Kérlek, kicsit mutasd be a pályafutásodat, önmagad, hogy a szurkolók, illetve a kedves nézők is jobban megismerjenek téged. Hát még általános iskolában kezdtem el futballozni. Már 2 évesen tudtam, hogy nekem a foci lesz a mindenem, tehát már akkor is van egy ilyen legenda rólam, hogy labdával születtem meg. Minden álmom az volt, hogy híres focista lehessek, már csak így a... Nem is azért, mert hogy én a hírnevet szeretném magammal elérni, hanem úgy gondolom, hogy egy olyan focista szeretnék lenni, aki példát fog tudni mutatni mind a szurkolóknak, mind a gyerekeknek, mint mindenkinek, akinek csak kell. Általános iskolában kezdtem, utána a Budaénőn élek, Budaénőn lakom, és utána Budaénőn kezdtem el focizni, az már fenn van ugye az MLS-en is, utána Budaénőről elkerültem a Videótonhoz, ott játszottam 3-4 évig, utána elkerültem Balatonfüredre 1 évre, utána sajnos úgy hozta a sors, hogy onnan visszakerültem megint csak Budaénőre, ahol viszont hatalmasat változott az életem. Nem gondoltam volna, hogy onnan, hogy a Videótontól visszakerülök Megyenégybe, még lesz esélyem valaha is focistának nevezni magam. Viszont Megyenégyből visszakerültem Megye1-be, ott mentem egy hihetetlen jó szezont. Ezt mind a csapatnak köszönhetem, az edzőmnek, az elnöknek, mindenkinek, aki csak ott volt. És ennek a szezonnak köszönhetően vagyok most itt. Amit szeretnék megköszönni mindenkinek, tehát a Szabolcsnak is, hogy megbízik bennem, és szeretném ezt itt meghálálni nekik. És egy nagy lehetőség is visszaköszönt ezzel az életedben. Sajtótájékoztatón egyébként elhangzott, hogy több mint 100 gólt sikerült szerezned 2 szezon leforgása alatt. Azért ezt egy teljes csapatnak a számlájára írni azért barokkos túlzás lenne, tehát azért csatárvénával meg vagy állva bőséggel, ha lehet így fogalmazni. Mit vársz itt Szombathelyen önmagadtól, a csapattól, saját teljesítményettől? Hát a legelső célom az, hogy minél hamarabb keretbe kerülhessek, utána, ha már megléptem ezt a lépcsőfokot, akkor utána a kezdőt célzom meg. Nyilván minden egyes pályára lépéskor úgy szeretnék hozzáállni a mérkőzéshez, hogy minél jobban teljesítsek és minél előrébb hozzam a csapatot. Ha ez góllal, gólpasszal, akkor annak nyilván nagyon örülök. Nem merem kijelenteni azt, hogy itt ebben a csapatban is nagyon gólérzékeny, meg gólerős leszek, mert azért ez egy teljesen más szint, teljesen más védők, játékosok alkotják itt a csapatot. De ha egy kis idő eltelik, szerintem fel fogom tudni venni a ritmust, a sebességet, mindent, amit csak kell, és úgy érzem, hogy be fogok tudni illeszkedni ebbe a csapatba. Akkor ehhez kívánok sok szerencsét, és köszöntünk a Haladás színeiben. Sok sikert! Köszönöm. Köszönöm szépen! Ari.